Ez lesz a mai egyenes beszéd. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban pedig itt van már Karácsony Gergely főpolgármester. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Hát kezdjük azzal, amit itt a kollégám már ezelőbb elolvasott a nézőknek, hogy éppen ma jelent meg egy felmérés, miszerint a budapesti közlekedés az egyik legrosszabb Európában. Az INRIX, ez a cégnek a neve, ami végzi ezeket a méréseket, ugye idén is közzétette, minden évben közzéteszik ezt a jelentést. Egészen pontosan világszinten 23. Európában a 9. vagy a 10. legrosszabb. Kétféleképpen jött le ez az adat. Az én kérdésem pedig az, hogy mivel évente megjelenik ez a felmérés, mit mutat a tendencia? A tendencia érdekel, hogy mondjuk 2019-hez képest mennyit rontottunk, vagy javultunk? Hát a felmérés azt mutatja, hogy javultunk, tehát a torlódások száma, illetve a torlódások miatt veszített idő az autósok szempontjából, az javult 2019 óta. De némi forráskritikával illethették volna ezt a cikket, ugyanis ez az Index cikkében jelent meg, ahol mondjuk Bukarestet összekeverte Budapesttel, és egyébként a Budapest az európai városok között a 12. ebben a negatív rangsorban. Ez sem a 9., sem a 10., mert ez a kettő jött le, tehát a 12. 12. és ezért ez a középmezőnyhöz tartozik, tehát nagyjából 30 város is. Nem vagyok elégedett az eredménnyel. De azzal, hogy a torlódások, tehát a dugók száma csökkent Tarlós főpolgármester ideje óta, úgy, hogy közben, hiszen ez az időszak, hogy a 2022-es évet nézi, le van zárva a Lánchíd, és a 3-as metró felújítása miatt rengeteg buszsáv van a városban, amit hosszú távon nem kívánunk fönntartani. Ez szerintem egy jó eredmény, nem vagyok vele elégedett egyáltalán, de legkevésbé vagyok elégedett azzal az újságírói színvonallal, hogy összekeveri Budapestet Bukaresttel, és azt mondják, hogy az egyik legrosszabb között van, miközben 30 európai város között van nagyjából a középmezőnyben. Ez a valóság. És de maga fontosabb, felmérés az rendben van, ez egy hiteles. Persze, csak tehát a 30 városból valaki a 12., akkor az nem a legrosszabb között van, hanem hát valahol középen. De nem vagyok ezzel elégedett egyáltalán. Szeretném, hogyha Budapesten tudnánk javítani a közlekedési lehetőségeket, viszont az nagyon fontos látni, hogy Budapesten, és nagyon örülök, hogy megint tudunk erről beszélni, mert ezt nem lehet elégszer elmondani. Budapesten minden második autó megtett kilométer, az az agglomeráció bejövő autó. Budapest közlekedési problémái, most szó szerint idézem a kormány elővárosi stratégiát, a Budapesten kívül jönnek létre, ugyanis Budapestnek van egy óriási agglomeráció, ez egy teljesen természetes folyamat, viszont nincsen olyan közösségi közlekedés, amihez képes lenne kiszolgálni, és ezért a városba bejövők főleg autóval jönnek. Tehát ezt Budapesten, ezt a problémát hosszú távon minőségileg vagy nagyságrendileg megoldani, nem lehet. Budapesten kívüli elővárosi és a HÉV közlekedést kéne fejleszteni. Budapesten megújul a metró, megújulnak a villamosok, a trollik és a busz, csak a HÉV nem fog megújulni ebben a ciklusban, mert azt ugye elvitte az állam, és ott hát nem nagyon látom, hogy mikor lesz fejlesztés. Viszont megújul, vagy megújult egy híd, és akkor térünk át a következő témánkra, ami pedig nem lesz nyitva, vagy lehet, hogy nem lesz nyitva az autó forgalom elől. Két hete járt itt, és én akkor kérdeztem erről, mert az LMP azt sürgetné, hogy 6 milliárd ide vagy oda semmiképpen ne engedjen a kormánynak, és zárják le ezt a hidat az autók elől. Azt mondta nekem, hogy ezt majd eldöntik a budapesti lakosok. Történt-e azóta valami? Azt mondja, hogy majd eldöntik, hogy hogyan, milyen formában, ez eldőlte már azóta. Milyen formában mondják? Kérdezik meg, így van. Előkészítünk egy olyan részleteli folyamatot, ami egyébként a Fővárosi Önkormányzat SMS-ében szerepel. Nagyon régóta szeretnénk bizonyos ügyekben kikérdezni az budapestiek véleményét. Ugye a fudános népszavazást azt megsemmisítette a kormány, nem volt lehetősége a budapestieknek, hogy elmondják a véleményüket. Nyár elejére tervezünk egy ilyen részleteli folyamatot, ahol többek között a Lánchídról is lehet. Majd minden budapesti elmondhatja a véleményét. Nyár én nagyon határozottan biztos, hogy az autók előtt nem lesz. Amíg a beruházás véget nem ér teljes mértékben, tehát vissza nem tudjuk adni a járaszakaszokat, mindenképpen marad ez a forgalmi rend, és hogy csak hogy világos legyen. Én nagyon határozottan amellett fogok érvelni, hogy ezt a forgalmi rendet, amit most kialakítottunk, ezt hosszú távon is tartsuk meg. Tehát kampányol a főváros amellett, hogy maradjon autómentes a Lánchíd. De ez egy nagyon jó vita arra, hogy egy kicsit másféleképpen nézzünk a városra, hogy attól, hogy valamit megszoktunk régen, például az, hogy a Lánchídon egyfajtában dugó van folyamatosan, attól még nem biztos, hogy ugyanezt kell a jövőben is folytatnunk. Nagyon érdekes, hogy a dugó kapcsán sokan azt gondolják, hogy attól lesz kevesebb dugó, ha még több utat csinálunk, ha még több teret adunk az autóknak. Ez az út mindenhol járhatatlan, tehát ugye a legrosszabb, például ennek a nemzetközi felmérésben a legrosszabbul szereplő amerikai nagyvárosok
évtizedeken keresztül azt az utat követték, hogy egyre több forgalmat adtak át az autóknak. Az, ami segíteni tud Budapesten a közlekedési helyzeten, az, hogyha többen használják a közösségi közlekedést. Ehhez a közösségi közlekedésnek előnyben kell részesülni, ezért kell több buszsáv, ezért kellnek jobb járművek, ezért kell mondjuk a Budapestből alkalmazás, amivel sokkal jobban meg tudjuk tervezni az utazásunkat, illetve ezért kell jobb közösségi közlekedés az agglomerációban, mert még egyszer mondom, igazából Budapestnek a legnagyobb problémája közlekedési és egyébként minden szempontból az az agglomerációs nyomás, amit a város önmagában nyilván nem tud kezelni, ez a kormány együttműködése kellene. És a 6 milliárd pedig, tehát ezt nagyon fontos. Pont ezt akartam kérdezni, hogy történt ebben az ügyben valami, mert egy rendeletre hivatkozott a miniszterelnök, illetve hogy azt mondta, hogy majd a szerződést megnézzük. Én megnéztem azt a rendeletet, idéztek belőle már. Azonban egészen pontosan, hogy a gépjármű forgalom ezen közúti szakaszon való teljes vagy részleges korlátozása ne haladja meg a 18 hónap időtartamot. Ez az egyik feltétel. Ne, igen, de ezt mi teljesítettük. Na de most ez de korlátozva van részlegesen, és hogyha az autókat nem engedik vissza, akkor ezt lehet úgy értelmezni. Én nem vagyok jogász, de miért én nem se, lehet úgy én értelmezni? Se, csak egy olyan dokumentumból olvas, ami a kormány határozatában van. De van egy FKT határozat, tehát egy közös fővárosi és kormány döntés, amiben konkrétan az szerepel, és ez teljesen egyértelmű, ezt nem lehet kiforgatni, hogy a végleges forgalmi rendről a beruházás végéig kell dönteni. Tehát ez van a szerződés vagy a megállapodás. Persze. És ezt ők pontosan tudják, a miniszterelnök azért fogalmazott ilyen, tolta el magától ennek a felelősségét, de ami a legfontosabb ebben. Nyilván 6 milliárd forint nekünk iszonyatosan kell. Tehát én ezt nem tagadom. Viszont sem magamat, sem a budapestieket nem vagyok hajlandó zsarolni ezzel az összeggel. A Lánchíd felújítása, amely nagyjából 30 éve már aktuális volt, és határidőn belül és költségkereten belül elkészül, ez egy sikertörténet. A kormány döntse el, hogy ebben a sikerben osztozik velünk, vagy pedig újra a budapestieknek azt akarja bizonyítani, hogy ő a nemzet fővárosát és a polgári Magyarország szimbólumát, a Lánchidat nem tart annyira, hogy mondjuk a beruházás áfa költségét, mert nagyjából erről beszélünk, azt visszaadja a városnak. Akkor is amellett fog kampányolni, hogy legyen autómentes a Lánchid, hogyha egészen egyértelműen a kormánytól azt a választ kapják a végén, hogy nem biztos, kapják meg, nem, tehát akkor is, tehát függetlenül a 6 milliárdtól. Persze, hát nézze, ez egy stratégiai kérdés. Nyilván túlmutat önmagában egy szimbolikus jelentősége is. De itt nem arról van szó, hogy az autók nem jöhetnek, hanem arról van szó, hogy van egy vesztes-vesztes helyzet, ami mindenkinek rossz. Ehelyett én azt mondom, hogy legalább a közösségi közlekedésnek legyen jó. És ha valaki utazik arra, én elég sokszor megteszem, tényleg percenként jönnek a buszok, és minden busz tele van, és éppen ezért valószínűleg még bővíteni is fogjuk ezt a hálózatot, és amikor megérkeznek ha majd a lehetőség, hogy a gyalogosok is használják a hidat, akkor tulajdonképpen a polgári történelmi Magyarország, a 150 éves Budapestnek ez a szimbóluma, ez egyben a fenntartható város szimbólumává is válhat. No, ugrunk egyet, picit sok témánk van, úgyhogy picit ugrunk, olimpia. Ez időről időre egy felbukkant, mint téma. Most Fürjes Balázs, a miniszterelnökség parlamenti államtitkára azt nyilatkozta a hétvégén, hogy szerinte Budapest most még alkalmasabb egy olimpia megrendezésére, mint korábban. Ez lehetne egy dicséret is egyébként ön felé, nem tudom, hogy így fogja föl, mert hogy a főváros úgy reagált, hogy ébredjen fel az álmából Fürjes Balázs, mert ilyen válságban nem ez az elsődleges dolguk. Én azért feltételezem, hogy Fürjes Balázs nem arra gondolt, hogy holnap kezdjék el szervezni az olimpiát nyilván, és a válság közepén tegyenek lépéseket, hanem 2036-ra. Miért nem reális az, hogy 2036-os olimpiáról beszéljenek Budapest esetében? Nem arról van szó, hogy nem reális, csak arról van szó, hogy amiközben a napi túlélésért küzdünk, és mondjuk a főváros egyenlőre egy fillér rezsitámogatást nem kapott egy energiakrízis kellős közepén, és kifizetjük egyébként az állami energiakereskedőnek a horribilis áramszámlát, áfástól, meg rendszerhasználati díjastól, meg mindenestől, vagy éppen ma a kormány visszaadott 1 milliárd forintot az Európai Uniónak egy közvetlen finanszírozásból a nyugati pályaudvar tervezésére, vagy éppen a Lánchíd kapcsán azt a 6 milliárdot, amit egyébként megígértek, még azt is visszavonják, akkor egy kicsit az ember furcsán érzi magát, hogy valaki pedig akkorát támadik, ami egy kicsit, hogy is mondjam, ugye a jövő homályába vész, miközben a holnapot még nem látjuk. Igen, de ez nem 28-ról, nem 32-ről szól, hanem 36-ról, tehát mikor kellene egy fővárosnak, nyilván kell sok-sok évre előre stratégiát alkotni, és lehetne, és sorolta is a mostani napi problémákat, de akkor ön egyértelműen ki tudja azt jelenti, hogy nem támogatna egy 2036-os olimpiát? Nem. Sőt, az ellenkezőjét szeretném mondani, lehet, hogy meglepő. Tehát én nagyon szívesen beszélgetnék arról, hogy Budapesten legyen egyszer olimpia. Nincs olyan főváros,
hogy nincs olyan fővárosi főpolgármester, aki ne szeretné, hogyha a városa eljutna arra a fejlettségi szintre, hogy be tud vállalni egy ilyen fantasztikus kihívást. Füres államtitkár nyilván arra utalt, hogy Budapesten annyi sportlétesítmény van az elmúlt évek szerintem erőltetett és a többi fejlesztéshez képest aztán végképp abszurd mértékig vitt sportinfrastruktúra fejlesztésben, hogy tulajdonképpen az a helyzet, hogy ha csak a sport oldaláról nézem, akkor tulajdonképpen majdnem minden megvan ahhoz, ami egy olimpiához kell. Ugye most az atlétikai stadiont is elvileg átadják még ebben az évben, jó lenne, ha elkészülne, hiszen augusztusban világbajnokságban. Tulajdonképpen majdnem minden megvan. Mi az, ami hiányzik? Hát az összes többi. Tehát ahhoz mondjuk kéne két új metróvonalat építeni Budapesten, rendbe tenni az agglomerációs közlekedést, szállodákat építeni, megépíteni a diáknegyedet. Én éppen ezért nem azt mondom, hogy ne legyen olimpia Budapesten, és ezzel egyébként én sok kritikát kiváltottam az ellenzéki oldalon, amikor Budapest pályázott annak idején olimpiára, azt 24-esre, akkor én azt megszavaztam azt a pályázatot, mert, és nagyon fontos, a város integratív fejlesztésében volt összekötve. És de akkor annak... most hogy szavazna, hogyha 36-osról kellene most szavazni? Szerintem ez fikciót. Hát szerintem... Tehát a 36-os is fikciót. Hát azt sem tudom, hogy a négyük túl lesz az évet, ezért mondom, hogy az szerintem, nekem azzal van problémám az a nyilatkozat kapcsán, hogy beszélgetünk egy 36-os olimpiáról, és nem beszélgetünk arról, hogy holnap miből fizetjük ki a villanyszámlát. Ez így azért, hogy mondjam, ez így nem oké. A második körről tud valamit, hogyha már most ezt a kompenzációt említ, ugye Kis Ambrus azt mondta, hogy remélem, hogy a második körben majd kapnak két hát, hát, azt mondta, hogy lesz még egy második kör. Hát, akkor ugyanazt tudja, amit kérdezett. Nézzel, most ha kapunk pénzt, örülünk, ha nem, akkor is valahogy túléljük. A vasárnap Jászberényben győzött az ellenzék jelöltje, vagy részben az ellenzéki Budai Lórántó érkezik is hozzánk, jobbikos politikus. Ön is reagált, azt mondta, az önkormányzati választásoknak a helyi közösségekről kell szólnia, nem a maguk pecsenyét sütögető pártokról. Mit üzen ez az ellenzéknek, mert hogy azt mondja, ez egy világos üzenet. Egyébként a Jobbik alelnöke is érkezik ön után, és pont erről beszélt, hogy ki kellene vonulni a helyi politikából, vagy az önkormányzati választásából a pártoknak. De hogy tudnának kivonulni? Szerintem nem a pártoknak kell kivonulni, de természetesen a pártokra szükség van, az önkormányzati választáson szükség van. Igazából azt a szemléletváltást kellene megtenni, hogy az önkormányzati választás az valóban az önkormányzatokról szóljon. Tehát van egy központi hatalom, ami egyébként gyűlöli az önkormányzatokat, minden, amit nem tud kontrollálni, azt szeretne valahogy kiciángozni a magyar közéletből, beleértve az önkormányzatokat is. Hogyha az ellenzéki pártok beállnak a helyi közösségeket támogató és a helyi autonómiákat visszaszerezni akaró politika mögé, az nagyon helyes. Viszont nagyon fontos, hogy ez nem szólhat a pártokról, ez a versengés. Sem Jászberényben, egyébként sem Budapesten. De ez reális, rengeteg, azért, mert például a Dunói városban, vagy most például Jászberényben jobbikos politikus a polgármester. Ön a párbeszéd politikusa, hogy akarják ebből kihagyni a pártokat? De nem kihagyni akarom, még egyszer mondom. Az a lényeg, hogy ne róluk szóljon ez a történet, hanem a helyi közösségekről szóljon. És azt a felelősséget, hogy hogyan lehet megnyerni a választás és utána jól kormányozni, ezt a felelősséget egyébként a pártok ismerik. Csak nagyon fontos, hogy világosan tegyük, hogy én amikor 2019-ben megnyertem a főpolgármester választást, akkor azt mondtam, hogy ez nem az én sikere, még csak nem is az engem támogató pártok sikere, ez a város sikere, ami visszaszerezte a saját kontrollját a saját városa fölött. A jászberényiek azért szavaztak ilyen nagy mértékben a polgármester úrra, mert nyilván kiválóan végzi a munkáját, és mert nem akarták eltűrni azt, hogy ez a városnak már valaki más mondja meg, hogy milyen utat járjon. De mégiscsak egy párt jelölte, mégiscsak egy pártok jelölték csomó helyen a polgármestert, ez nyilván 24-ben is így lesz, akár lesz előválasztás, akár nem lesz persze, előválasztás. Persze. Most ha ön mondjuk indul 24-ben, ugye elmondta, hogy indul, sőt nyer is, akkor majd nem lesz az ön neve mellett ott, hogy nem tudom, Párbeszéd, meg Momentum, meg Jobbik. De... Szerintem ez önmagában egy technikai kérdés. Vagy ott van, vagy nincs. Én egyébként azt gondolom, hogy ne legyen ott. Mindenki tudja, hogy az ellenzék pártok támogatásával indulunk, de az nagyon világos, hogy a politikánk az nem a pártokról szól. Tehát nem az van, hogy az egyik pártot lecseréljük hat másik pártra, hanem egy olyan szemléletet, ami a hatalmat tartja fontosnak az emberekkel szemben, tehát ne az ellenzéki pártokra cseréljük le a Fideszt, hanem a helyi közösséget képviselő politikusokra, akik mögött ott vannak a pártok, ez természetes, és nincs is ezzel baj, és természetesen minden önkormányzati vezetőnek van valami fajta párt szimpátiája, vagy akár pártagsága is, de amikor megválasztják polgármesternek, abban a másodpercben ő annak a településnek minden polgárának a polgármestere, és az ő főnökei, azok a lakók, azok a polgárok, akik ott laknak azon a településen, és nem a pártok. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget.